Szerencsejáték ZRT játékszervezői tevékenysége mellett 2017-ben is fontosnak tartotta a társadalmi felelősségvállalást. Az önkéntes programok és a jótékony célú akciók szervezése is kiemelt feladatai között szerepel. Dr. Zsiga Marcelt, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatóját arra kértük, hogy értékelje a társaság elmúlt esztendejét. A 2017-es esztendő egy kiemelkedő esztendő volt a Szerencsejáték ZRT életében. 7 olyan alkalom volt, amikor a nyeremények számsorsjátékok esetében meghaladták az 1 milliárd forintos nyereményhatárt. 3 alkalommal az 5-ös lottó esetében, 2 alkalommal a 6-os lottó esetében, 1 alkalommal az Eurojackpot esetében. 2017-ben egy új prémium sorsjegycsomagot vezetett be a társaság Nagy Karácsony névvel, ami igen nagy sikert aratott a játékosok körében. Pótlólagosan kellett rendelnünk sorsjegyet, talán amiatt is, mert kecsegtető volt a főnyeremény, de talán amiatt is, mert nem titkolt szándékunk volt, hogy a sorsjegyek értékesítéséből származó bevétel jelentős részéből több játszóteret építsünk meg, mégpedig azért, hogy érzékenyítő játszótereket hozzunk létre, olyan játszótereket, amelyeken fogyatékossággal élő és épp gyermekek tudnak közösen játszani és felhőtlenül barátságokat kötni. A sikeres sorsjegycsomagok mellett mást is tudott ünnepelni tavaly a Szerencsejáték ZRT, hiszen 70. életévébe lépett a Totó. Olyannyira népszerű a Totó játék, hogy tavaly ősszel én már 70 éves születésnapját ünnepelhettem, és ezt az eseményt egy imás kampánnyal kívántuk felerősíteni a közlemény számára. Ennek az egész imás kampánynak egy fontos üzenete lenne számunkra az, illetve a játékosaink felé, hogy igenis a Szerencsejáték ZRT ott volt, és ott is lesz a magyar sport nagy pillanatainál. Ott voltunk akkor is, amikor olimpiai aranyérmek születtek, ott voltunk akkor is, amikor kisebb eredményeket értünk el, de olyan sportákban, amelyek nem tekintetek tradicionálisan magyar sportáknak, illetve ott leszünk a jövőben is minden olyan pillanatnál, amely a magyar sportot dicsőíti, és a magyar szurkolóknak büszkeséget hoz. Ez azért fontos üzenet a játékosaink felé, mert a játékosaink alapjában véve büszkék arra, hogy a magyar sportot támogathatják játékaikon keresztül. Büszkék vagyunk arra, hogy a társaság évről évre árbevételi rekordokat dönt. 2017-ben sem volt ez másként, és ennek köszönhető az, hogy a Szerencsejáték ZRT napjainkra a nemzetgazdaság legstabilabb és legerősebb 20 nagyvállalata közé tagozódik, és azt gondolom, hogy ez mindannak az 1650 munkatársnak köszönhető, akik szakértelemmel és lelkiismeretes munkával az ország bármely részében állnak ügyfeleink rendelkezésére.